Bejutott a fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság elődöntőjébe Szeles Bálint, az egész Sportiskola versenyzője nagyon szép eredményt ért el, és köszönjük is majd a stúdióban. Így van a részletekről a sportolóval, illetve az atlétika szakosztály vezető edző, edzőjével, Petrovai Józseffel beszélgetünk. Jó estét kívánunk! Hát igazából továbbítottál és bejutottál az elődöntőbe. Azt nyilatkoztat korábban, hogy Gyakorlatilag a középdöntőbe jutás a cél, amit sikerült abszolválni. Mennyire vagy elégedett? Szerencsére elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok. Nekem az elmúlt világversenyem annyira nem sikerült, egy kicsit perhes voltam vagy sérült, és a középdöntőbe soha nem sikerült bejutnom. És most úgy utaztam, hogy nagyon jó formában voltam, és éreztem, hogy ennek sikerülnie kell, és nekem nem is volt más opció. Tehát én úgy indultam el, hogy muszáj bejutnom a középdöntőbe, amikor lefutottam az előfutamat, és a én szerencsén a legerősebb előfutamba kerültem, így aztán izgulnom kellett, hogy végül is az időm elég lesz -e a középdöntőre, de amikor megláttam, hogy bőven elég, akkor úgy nagyon örültem neki. És ha már arról beszéltünk, hogy izgalom, így a verseny előtt, mikor jön ez legelőször, leginkább elő? Tehát amikor már így készültök, így a vége felé az edzővel, vagy amikor már a helyszínen vagytok? Úgy igazán a világversenyek előtt szerencsére nem izgulok annyira, de mondjuk egy, egy nagyobb verseny előtt, inkább már csak amikor megy a melegítés, amikor már közeledik a rajt, amikor kórumba kell mennem, hívnak a rajthoz, akkor már úgy érzem, hogy kicsit jobban kalapál a szívem, de ez nekem még nem hátrány, mert annyira nem izgulok, hogy ez hátrány legyen. Az elődöntőben nem neked kedvezett a szerencse, ugyanis történt egy kis probléma a cipőddel. Mesélj erről, mi történt vele. Igen, szóval ezt a szögest nagyon nem használtam, egy másfél hónapig használhattam, és az elődöntőben, amikor előtték a rajtot, kiléptem a rajtgépből, éreztem, hogy a, a szöges cipőmet megemelő légpárna a belső oldalon kiukadt, és úgy futottam a gátra, hogy a bokám befeledőlt, és úgy kellett megtámadnom a gátat is, hogy emiatt befeledől a bokám, úgyhogy hát sajnos szétrúgtam egy pár gátat út közben a cél felé, de igazából beértem a célba, ott eleinte egy kicsit ideges voltam, mert hát ilyen pekje nem lehet. De mégis volt, de utána kezdtem magamat megnyugtatni, hogy a célomat elértem, erődöntőbe jutottam, csak ugye amikor ott van az ember, akkor még többet akar, még többet akar, és én döntőbe akartam onnantól már jutni. De úgy látszik, ezt várat még magára egy évet. És ha már mondtad, hogy még többet szerettél volna, ha, ha nincs ez a kis mallőr a cipővel, akkor szerinted mire lett volna elég egy megfelelő cipővel, csukával ez a továbbiakra? Én nagyon optimistán álltam a rajtnál, úgy éreztem, hogy bennem van a döntő. Láttam az előző futamot, ahol az idei legjobban mal döntőbe lehetett volna kerülni, és úgy éreztem, hogy ha ezt most jól megfutom, akkor bennem lehet. De hát <laughs> nem sikerült. És mit tud mondani ilyenkor egy jegyző? Megvan a felkészülés, megvan az elszántság, megvan az erő, minden, a lelkesedés, aztán jön egy ilyen, hát nem is tudom, pek, hogy minek lehet ezt nevezni. Igen, de az ember úgy gondolkozik, hogy a befektetett munka, munka mindig visszatérül. Tehát én azzal próbáltam a Bálintot megnyugtatni, hogy de nagyon jó felkészültünk, nagyon jó ö, dolgokat csináltunk, újításokat raktunk be az egész tervezésbe, edzés tervezés, munkánkba, és tényleg ö, még talán ilyen évet nem zártunk fel, egy időszakot, ahogy ennyire erős, ennyire gyors volt a Bálint. Ö, Tényleg úgy van, hogy evés közben jön meg az étvágy. Amikor valaki azt mondta volna, hogy a, az Európa-bajnokságon a középdöntőből kerülünk, akkor azt mondom, ki kisebb megyünk, ki sem megyünk, én énnek nagyon örülünk, mert hát, borzasztó erős mezőny gyűlt össze. Pláne úgy, hogy amit az előbb beszélgetésén mondott a Bálint, hogy mindig 24-es középdöntők vannak, és most lecsökkentették 16-ra, tehát nagyon-nagyon keményen kellett ehhez futni. Hát amikor én megláttam, én nem tudtam, hogy kiukatta a cipője, csak nézem, hogy bemegítésnél a nagy nevekkel együtt ment az első, második gátra, mondom, mi lesz ebből, döntő lesz. Úgy magamban nem mondtam ki neki, de ebből döntő lesz, mert nagyon-nagyon jó. És erre csak nézem, hogy puf, 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 és megy szét a gát jobbra, balra, és utána úgy utolsó gáton el is engedte magát, mondom, ilyen, ilyen nem csinál sosem. És akkor már a riportot hamarabb láttam, mint ahogy beszéltem az M4 riportot, és akkor megnyugodtam, hogy jó, nem mi voltunk a hülyék, hanem ez a piszok cipő. mennyi volt. Hát ez pedig mindig benne van a sportban, mindig benne van. De az egész életben is az a hajszál, az mindig megtörténhet. Ha már a felkészülést említette, illetve egy új edzést tervet, ez mennyire titkos, mit lehet tudni róla? Nem, nem titkos, csak szakmailag annyira nem akarok bele mélyedni, mert akkor beszélgethetnénk itt nagyon sok időt, mert erre úgy az ember, úgy elkapja a hív, és sokat beszél róla. Annyi, hogy egy a Bálinnak az eleje a többiekhez képest gyengébb. Tehát egy nagyon sok, több erősítést raktunk bele, több speciális gyakorlatokat raktunk bele a gárt munkájába, és a gyorsági állóképességét javítottuk, és és a másik, ami nem titkos, piszok sokat dolgoztunk, tehát rengeteget, tehát 9-10 edzés van egy héten, és hát pont a kinti beszélgetés, amikor kint ültünk a bálint, és várakoztunk, akkor mondtuk azt, hogy hát a mi edzésünk az majdnem annyi egy edzés, mint másnak szűk kettő, vagy jó másfél, tehát mi két és fél hát edzünk általában egy edzésen, tehát azt jelenti, hogy öt óra van egy nap, amit edzünk, de nyári időszakban van, amikor három órát is kitesz egy edzésünk. Tehát kétszer-három órát edzünk. Hogyan lehet egyébként azt jól kalkulálni, hogy pont akkor legyen a versenyző a lehető legjobb formájában, amikor meg kell mutatni a többiekhez képest, hogy hát akkor most én jobb vagyok, vagy legalább is megpróbálok minél jobb lenni? Hát majd Bánint is elmondja, az én verziómat elmondom, azt, az első legfontosabb azt, hogy Ismerjük egymást. Tehát az jó pár éve együtt dolgozunk, és tudom azt, hogy hogy mikor kell a versenyre egy picit könnyíteni, mi hogy kezdjük, és akkor azt szerint adagolom az munkát. Tehát könnyítés azt jelenti, hogy kevesebbet, kevesebbet dolgozunk, inkább gyorsító mozgást, éppen robbanékony mozgást csinálunk, éppen technikai jegyzéseket. És itt, jött, itt jön be az, a, de azért Báni majd kiegészít, itt jön be, hogy, hogy ismerjük egymást engem az jel visszahív, és akkor még egy hétig még toljuk, hogy még jobbak legyünk, és akkor bár én mondja, hogy tanár, szerintem most már elég, már kéne egy kicsit lazítani, és akkor fú, igazad van, jó, és akkor lazítunk, és akkor így a kettőnk beszélgetéseiből, vagy illetve a teste visszajelzéséből tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy jó legyünk mondjuk egy másfél hét múlva, akkor, vagy két hét múlva, akkor hogy könnyítünk föl, milyen gyakorlatokat csináljunk. Nem? Körülbelül így. Igen. Hát az alapozás az úgy néz ki, hogy én ebben az, mi most van időszak alapozás, én minden másra használhatatlan vagyok. De az edzésről, kidőlök, és jó, megyek vissza edzésre, megint kidőlök, és nekem ebből áll a hetem, hogy edzek, 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 és nagyon hullafáradt vagyok, de hát ez kell az, hogy a később pedig bírjam azt a versenyszezont, ami több hónapig is eltart hogy közeledik a verseny akkor igen, mindig van az a könnyítés rész, csak hát néha későn akarja a, a tanár, hogy neki állj a könnyítésnek, mert olyan jó mozgok, olyan jó, még ezt meg kell csinálni, még azt meg kell még egy edzés be kéne rakni, hogy még ez még mindig jobb legyen, és akkor már mondanom kell, hogy hát de kicsit lehet, hogy pihenni kéne. Tehát egy-két mondat után átbeszéljük, hogy jó, hát akkor most pihenünk, és szinte semmit nem edzünk szerinte, de még az is nagyon kemény edzés. És ha már edzések, könnyű egyébként Bálintot motiválni? Uh, hülyén hangzik azt, hogy azt mondom, nem kell motiválni. Tehát egy, egy, uh, mindenkinek ezt, ezt, nem személybe akarom dicsérni, mindenkinek egy ilyen tanítványt kívánok, mert, mert neki van célja. Tehát van célja, amit magának épített föl, és én, én ebbe csak segítek. Tehát uh, ő, 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 egy olyan gyerek, hogy ott, hagyatom, ott hagyhatnám három hónapra, két hónapra is. Jó, nem tudná ezt az eredményt elérni, mert kell egy szem, kell egy biztatás, de ő ő, ő tőle nem gondolom, hogy egy olyan történik, hogy, hogy kihagy egy edzést, két edzést azért, mert ő pihenni akar. Tehát ő neki megvan a célja, meg akarja csinálni. Tehát van, amikor úgy maga alatt van, meg van, amikor én is magam alatt vagyok egy, egy nem jó sikerült edzésen, vagy nem edzésen, hanem még edzésen is van olyan, hogy vég az edzésnek, és magam alatt vagyok. Hát miért ilyen rossz, miért ilyen rossz is? az jó utána túl megyünk rajta. Bálinnak is vannak ilyen kicsi periódusai, de, de amúgy meg nagyon jó vele dolgozni. Tehát csak így legyen tovább. Említette, hogy ugye már jó ideje együtt dolgoznak, összeszoktak, és hát ugye az eredmények is szóba kerültnek meg, hogy megvan a célja. Meg lehet fogalmazni azt, hogy ami út együtt dolgoznak, honnan, hová sikerült eljutni, hol tartanak most, akár ennek a legutóbbi versenynek is a tekintetében, és hát mi az, ami még hátra van, ami a legfontosabb? Hát ez hogy mondja Bánint, utána majd meglátjuk én, egy, majd meglátjuk, hogy ugyanarra gondolunk Hát, -e. amikor én elkezdtem Józsi bácsinál edzeni, az ilyen gimis korosztályomban volt, így 9 es voltam. Hát mindig mondta, hogy görbén állok, ferdén állok, nem tudok futóiskolát, nem tudok semmit csinálni. Úgyhogy ahhoz képest eléggé nagy előreugrás történt, mert azért megtanultam már minden, amit ehhez kell. De úgy érzem, hogy szerencsére nagyon nagyon így összecsiszolódtunk az elmúlt évek alatt, úgyhogy nagyon nagyon könnyen tudunk így edzeni, így összebeszélni már. Az edzésterv összeállításába is bele szólhatok néha. Igen. Nem mindent, mert meg kell csinálni a mennyiségi munkát, az nem lehet vitatni, de néha esetleg még én is bele hogy talán még ez kéne, vagy az kéne. És hát mik a célok? A cél mindenféleképpen idei évben Budapesten lesz a világbajnokság, ahol egy jó szereplést szeretnénk elvállalni, és ha már az megvan, az már adja magából jövőbe, meddig olimpia. Minden embernek, minden sportolnak ez a legnagyobb vágy, hogy olimpiára kiússon. Az már egy olyan cél, hogy azután már tényleg csak azt mondhatnánk, hogy hátradőlünk és csak eszük a meg mert van ilyen mondat. Nem mehet. Mindig valami <laughs> nagy dolog az mondja, meg kis kaját, mert hogyha mindig egyéni csúcsot csinál, akkor azt mondom, hogy jó, mert meghívlak egy mekire. És akkor van egy meki mert azt nem szabad neki enni. De, de most is az volt, hogyha egy nagyon jó szereplés van, akkor egy Meki. Hát reméljük sok ilyen Meki lesz akkor, és akkor jó lesz a szereplés és Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és hát akkor akár a világbajnokság, akár tárlati célban, pedig az olimpiára szintén sok sikert, kitartást, és hát nagy összhangot kívánunk a továbbiakban is. Köszönjük. Nagyon szépen sok köszönjük, így